mind a 7 Wuhanból kimenekített magyar állampolgár jól van. Ők amikor megérkeztek, bár látszólag egy kicsit fáradtak voltak, de mindenképpen egyáltalán nem mutatták a fertőzésnek a jeleit, és mindjárt a másnapon, tehát a mentétük másnapján olyan vizsgálatokat végeztünk el, amelyekkel azóta már igazoltuk azt, hogy semmilyen vírusfertőzésre utaló jel nincs a szervezetükben. A fáradtságtól eltekintve fizikálisan ma már teljesen jól vannak, továbbra is láztalanok, a megfelelő vizsgálatokat amennyiben szükséges el fogjuk végezni. Ők ugye még 12 napig maradnak karanténban, addig a 12 napig, ameddig a koronavírusnak a leghosszabb lappangási idejét tudjuk. Valamivel korábban Magyarországra érkezett egy szintén magyar állampolgár a fertőzött Wuhanból, tehát Kína legfertőzöttebb részéről, aki önmaga egyedül előbb vonattal, aztán repülővel jutott haza Magyarországra. Ő is teljesen tünetes és panaszmentes, őt is ebben az épületben helyeztük el, tehát jelenleg ebben az épületben egy hölgy és a többi férfi ember van, őket tartjuk megfigyelés alatt. Ez az egyetemista fiatalember, aki egyedül jött ki a fertőzött területről, ő már csak 2 napot fog karanténban tölteni, hiszen 12 nappal ezelőtt hagyta el a fertőzött tartományt. A tegnapi nap folyamán a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérről a Dél-Pesti Centrum Kórház Szent László telephelyére szállítottak egy lázas kínai hölgyet, aki egy repülőjárattal érkezett Magyarországra. A kezdeti tünetei nem utaltak koronáriavírus fertőzésre, hiszen a koronáriavírus fertőzésnek a tünetei ma már tudjuk, a nagyon magas láz, a száraz köhögés, az izomfájdalom, a rendkívüli levertség és később a tudatgyulladás tünetei. Ennél a hölgynél mindössze torokfájást és lázat észleltünk. Őt izoláltuk a kórházban, elvégeztük a szükséges vizsgálatokat, és ma már kijelenthetem, hogy ez a hölgy is teljesen jó van, és az ő vizsgálatai sem mutatják a vírusfertőzésnek bármilyen jelét.